Szép napot mindenkinek, ez a kocka disputa, ő pedig itt mindenki jó barátja, Oscar. Oké, tudom, nem mindenki lelkesedik annyira az Oscarért, amit abszolút meg tudok érteni, és több oka is van. Például az, hogy vannak visszatérő sláger témák, forgatókönyv típusok, amikkel sokkal könnyebb Oscar díjat nyerni, vagy az Oscar körüli botrányok, amikből idén sem volt hiány. Például egy csomó kategória díját a szünetben akarták átadni eredetileg, aztán akkora volt a felháborodás, hogy végül kihátráltak emögül a döntés mögül. Vagy a műsorvezető kérdése, ugye az eredeti konferencié visszamondta a felkérést, mert a Twitterén találtak olyan posztokat, amiket nem kellett volna kiraknia, elvileg. Minden esetre az biztos, hogy sok év után megint lesz egy Oscar, ahol nem lesz műsorvezető egyáltalán. Szóval én megértem, hogy a csomó ember nem lelkesedik annyira már az Oscarért, de az kétségtelen, hogy rengeteg filmről itt szerzünk tudomást, itt hallunk róluk először, így szerintem nem is kell figyelmen kívül hagyni teljesen. Mivel a diátadói még egy szűk hét hátra van, szerintem egy csomóan vannak úgy vele, hogy megnézzenek egy-két filmet a jelöltek közül, de nem tudják, hogy melyikért is érdemes kiadni a mozi egy árát. Így arra gondoltam, hogy teszek nektek egy szívességet, és megnéztem mind a 8 filmet a legjobb film kategóriában, és elmondom, hogy szerintem melyik sikerült jól, melyik sikerült kevésbé jól, és hogy melyikért érdemes ellátogatnotok a mozikba. Persze nem fogok minden filmről részletesen beszélni, mert akkor ez egy fél óra órás videó lenne, inkább csak a benyomásaimat szeretném nektek átadni, hogy nekem mi tűnt fel, mit éreztem egy-egy mozi megnézése közben, és természetesen a videó végén majd megnevezem, hogy szerintem ki fogja megnyerni az idei évben a legjobb film Oscar díjat. Fekete Párduc. Édes Istenem, hol is kezdjem? Megmondom őszintén, először nem is akartam egy szót se beszélni erről a filmről, akkora vicc a jelölése, de aztán rászántam magam, mert igenis fontos téma. Aki nem tudná, annak elmondom, hogy a Fekete Párduc egy C-kategóriás szuperhős film, amit azért jelöltek Oscar díjra, mert a készítői feketék és témájában is alapvetően egy fekete közösségről szól. Számomra döbbenetes, hogy a hollywoodi arcok, meg úgy általában a jóérzésű emberek képtelenek helyén kezelni a feketék, melegek és egyéb kisebbségek kérdését. Azt az alapvető igazságot hagyják figyelmen kívül, hogy ezekről az egyébként borzasztóan fontos témákról nem magukkal, a kisebbségekkel kell párbeszédet kezdeményezni, nem őket kell érzékenyíteni. A célközönség éppen az elutasító, szemirasszista, meg rasszista emberek. Nekik pedig nem azzal fogjuk felnyitni a szemüket, hogy a legjobb esetben is átlagos, de jó hátterű mozikat betoljuk a legjobb film kategóriájába, hanem ha olyan alkotások készülnek az említett kisebbségek által, vagy akár róluk, ami kiválósága egészen egyszerűen megkérdőjelezhetetlen. Egyébként, ha azt gondoljátok, hogy a franciát beszél erről ilyen részletességgel egy magyar videós, hiszen a feketék kérdése minket pont nem érint, hagyd mondjam el, hogy a nem sokára terítékre kerülő Vice, az Alelnök című film vetítésén mutattak egy nagyjából 2 másodperces snittet, ahol Obama felesküszik éppen, és valami prokarióta mögöttem azt találta mondani, hogy fúj, hangosan. Ha nem ülök ott, el se hiszem, de így történt, szóval ez nem kérdés, hogy valahogy előre kéne haladni ezekkel a témákkal, de ahogy mondtam, az egészen más típusú filmekkel tehetjük meg, mint a Fekete Párduc. A rendkedvéért azért elmondom, hogy a Párducban az alakítások legjobb esetben is átlagosak, a zenéje, amiért szintén Oscarra nevezték, egészen oké, de ez ettől még csak a szokásos Marvel dallamvilág pár extra dobbal, az animációk benne pedig kifejezetten gyatrák, egy jobb számítógépes játék köröket ver rá. Fura, hogy épp egy szuperhős filmre mondom ezt, de nem igazán tudom ajánlani a moziban nézését, akkor már sokkal inkább a Végtelen háború. Bohém Rapszódia. A Freddie Mercury és Queen film, amire kevés szót kell pazarolni, mert a magyarok közül annyira sokan látták, és igen, jó volt, és igen, Rami Malek talán megérdemli azt a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscart. Hogy a film megérdemlie, az érdekes kérdés, szerintem voltak tempóhibái, néha leült nekem az egész, ugyanakkor tény, hogy ügyesen építkezve csalogatja elő az érzéseket a nézőből, és bármelyik Queen rajongó ölni fog tudni, ha díjtalanul hagyják a filmet. Az biztos viszont, hogy moziban megtekintésre jó szívvel tudom ajánlani, remek élményben lesz részletek. Róma. A római mexikói család története a 70-es évek elején, főszerepben a szolgálójukkal, méghozzá fekete-fehérben. Őt is és a családot is éri különféle tragédiák és megpróbáltatások, ezt leszámítva a hétköznapjaikat, az életüket látjuk tűpontossággal bemutatva. Ez egyrészt csodálatra méltó, a felvételei egyébként is nagyon szépek a filmnek, másrészt számomra rendkívül unalmas volt. Utoljára azt hiszem az űrodüsszeiánál éreztem így magam, iszonyú szenvedés volt végigülni az indokolatlanul hosszú snittjeit, aztán persze rögtön arra gondoltam, hogy bennem van a hiba, biztos én nem értek valamit, úgyhogy nekiugrottam az internetnek, véleményeknek, kommenteknek, de sajnos semmi újat nem tudtam meg, úgyhogy a film egyszerűen csak nem működött nálam. Sokan írták, hogy moziban mennyivel jobb, és ahogy láttam, a latinó hátterű embereknek sokkal többet jelent az alkotás, különösen nyilván a mexikóiaknak, akiknek az egész millió, a történelmi háttér, vagy akár a családokban fennálló hierarchikus viszonyok ábrázolása túlon túl ismerősnek is tűnik. Hát nálam ilyesmi nem áll fenn, úgyhogy akármennyire is dicsérik a létező összes platformon, én nem tudom ajánlani moziban megtekintésre.
Ettől függetlenül a nőket főszerepbe állító és Alfonso Cuarón életéből építkező film jó eséllyel indul az év filmje Oscarért. Black Klansman. Ebben a filmben egy fekete rendőrsrác elhatározza, hogy beépül a Ku Klux Klánba, a telefonon el is kezdi felvenni velük a kapcsolatot, míg a személyes találkozókra egy fehér kollégáját küldi, akit Adam Driver alakít. Ez a mozi nekem az oké kategória volt, a nagy része egészen szórakoztató, és csak az utolsó harmadában gyorsít rá mélységében a faji kérdésekre, a megkülönböztetésre, mindenféle humor nélkül. Van pár kiköcsintása jelenre nézve is, például Donald Trumpra, mint csodálatos elnökre, illetve az utolsó 5 perc bevágásai igazi politikai felhangot is adnak a filmnek, kevéssé lesz játékfilmszerű. Adam Drivert jelölték egyébként legjobb férfi főszereplői díjra is, ezzel épp úgy vagyok, mint a legjobb film jelöléssel. Hát rendben volt, jó volt, jó volt, de ennél többet szerintem nem érdemes beszélni róla, nem tudom ajánlani ezt sem moziban megtekintésre. Csillag születik. A Csillag születikről külön kritikát csináltam, úgyhogy nem beszélnek róla részletesen, ott már mindent elmondtam. De röviden, ez egy szuper film, jó forgatókönyvvel, kiemelkedő színészi játékkal és szuper dalokkal. Az idei filmek közül azon kevesek közé tartozik, amik képesek is voltak valamit megmozgatni bennem, mindenképpen ajánlom moziban megtekintésre. Alelnök. Az alelnök Dick Cheney amerikai alelnök hatalomra kerüléséről szól, és arról, hogy mit is tett ezzel a bizonyos hatalommal. Nem spoilerezek nektek túl nagyot, ha azt mondom, hogy mocsak dolgokat. Ez a része a filmnek megdöbbentő, hogy mi mindenre képesek az emberek a hatalomért, bár az én kártyaváron edződött lelkem azért bírta a strapát. Az is érdekes, hogy ez az ember még él, kíváncsi vagyok, milyen jogi utóélete lesz így a filmnek. A főszerepben a mindig zseniális Christian Bale találjuk, aki most is remek, bár éreztem, hogy sokkal inkább értékelnénk az alakítását, ha előttünk is annyira ott lenne, milyen is Dick Cheney a mindennapokban, de én személy szerint csak párszor láttam őt. Egyébként is jellemző a filmre, hogy rengeteg benne az olyan utalás és kitekintés, ami egy amerikaiaknak valószínűleg magától értetődő, de tőlünk minimum erős utána gondolást igényel. Az alelnök elég kreatív történetmesélési eszközöket használ, de még ez sem menti meg attól az érzéstől, hogy bár egy játékfilmről beszélünk, túl sok benne a dokumentumfilmekre jellemző elem, zúdul ránk az információ, a nevek, a helyszínek, törvényjavaslatok. Mindezzel együtt, bár ez egy egészen jó film, moziban megtekintésre nem tudom ajánlani, majd töltsétek le inkább, majd vegyétek meg inkább Blu-ray-en. Zöld könyv. A Zöld könyvben egy kicsi rasszista olasz-amerikai kidobónak kell furikázni egy fekete zenészt annak dél-amerikai turnéján a 60-as évek végén, ahol értelemszerűen jó sok probléma vár rájuk. Az olasz bevándorlott Viggo Mortensen alakítja, akit csak azért ismertem meg, mert kiírták a nevét. Aragorn, mi lett veled? Egyébként zseniálisan játszik, a legapróbb gesztusai is kifejezőek, minden manérje 100%-ig hiteles, az olasz-amerikai akcentusa meg külön vicces, nem is csoda, hogy jelölték a legjobb férfi főszereplő díjára, meg is érdemelni. Az angolistát meg Mahershala Ali játsza, akit én a Kártyavár óta kedvelek, de most éppen a True Detective-ből is ismerős lehet a számotokra. Kettejük interakciói nagyon szórakoztatóak, akkor is, ha ezt a felállást mindenki legalább 100-szor látta, sok elem visszaköszön az életre valókból például, de mégis a más közeg, a más kulturális háttere egyéb humorforrásoknak is remek táptalaja. A vége felé súrogatja a túl sok határát, de még éppen körön belül marad, így azt gondolom, ez a fekete párduccal szemben egy jó példa a korábban említett érzékenyítésre, a két színész szuper játéka miatt mindenképpen tudom ajánlani a moziban megnézését, csak arra figyeljetek, hogy feltétlenül eredeti nyelven nézzétek, a szinkron valami bődületesen rossz, nagyon sokat elvesz a film értékéből. A kedvenc. A kedvenc egy érdekes történet, ahol a 18. századi Angliában a királynő helyett lényegében az egyik bizalmas a kormányhoz, akivel meglehetősen közeli viszonyt ápol. Ebbe az árokvízbe csöppen bele Emma Stone karaktere Abigail, aki szépen megborítja az erőviszonyokat. Ez a mozi is erős alakításokkal operál mindhárom nő részéről, isteni nézni Rachel Weisz és Emma Stone intrikáit, és hogy milyen finoman csúszik bele a film a könnyedebb hangvételből a sokkal komorabb, elgondolkodhatóbb jelenetekbe. Egy kicsit engem emlékeztetett a Mads Mikkelsen féle egy veszedelmes viszonyra, de itt a karakterek azért rendesen megspékelik az alapfelállást. A vége fele szépen kiskerekíti a film az egyik alapfelvetését, hogy mit is éri megtenni a hatalomért, és a záró jelenet kvázi meg is válaszolja ezt, mindenképpen elgondolkodható üzenet. A film jelmezei, díszletei gyönyörűek, amennyire meg tudom ítélni kórhűek is, és az operatőrök is remek munkát végeztek, így minden képkockát élvezetes nézni, ennek a filmnek kéne kapnia a legjobb operatőri díjat szerintem. Ebből adódóan abszolút tudom ajánlani a kedvencet moziban megtekintésre, bár ne egy könnyed történelmi kalandfilmre számítsatok, lesznek hát érdekes jelenetek. És ha már a díjaknál tartottunk, szerintem a kedvencnek kéne megnyerni a legjobb film díját, bár ennél a mozinál sem volt olyan érzésem, mint tavaly mondjuk a három óriás plakát Ebbing határábannál, ami az utóbbi évek egyik legerősebb alkotása, szóval nyilván nem nyerte meg ezt a díjat annó, de ha már ebből a 8-asból kell választanom, akkor azt hiszem a kedvenc felem meg leginkább az általánosnak nevezhető kritériumoknak, amik a legjobb film díjához kellenek, amellett, hogy én is tudtam élvezni.
Ezzel együtt, ha tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy a Róma fogja végül behúzni a díjat, de ne legyen igazam, és idén történjen valami meglepő. Nos, hát ennyi lett volna a mai disputa, végig is vettük minden 8 filmet ebben a kategóriában. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, láttátok-e ezeket a filmeket, tetszett-e valamelyik nagyon, vagy nagyon nem. Ha van véleményetek, írjátok meg a kommentek között. Én minden esetre köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk legközelebb. Sziasztok!